Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, jön egy kis Warframe, ahogy megígértem, régek tippek, trükkök. De nem ez a kezdőknek attól z -ig. most egy kicsit jobban belemegyünk a dolgokba. Valószínűleg azoknak, akik naponta játszanak a játékkal, nagyon újat nem fogok mondani, de a feltörekvő generációnak minden bizony, úgy gondolom, hogy jól fog jönni ez a videó. Ami nagyon fontos, és szeretnék kérni tőletek, azok, akik naponta játszanak Warframe-mel, vagyis Railjack-kel és tapasztalatokkal, tipjeik tippjeik, tippjeik trükkjeik vannak, meglátásaik a dolgokra, kérlek szépen írjátok le a komment szekcióba, segítsük egymást, segítsük a Magyar Wolfram közösséget, hogy a Amúgy is jók vagyunk ebben a játékban, legyünk még jobbak. Ez minden tapasztalatom, amióta játszok a régyekkel, minden, amit sikerült összegyűjtenem netről, és értelmes, hasznos információ továbbá, minden, amit ti, mint a közösség, amit Discordon feleltem, nagyon jó tippeket írtak egyesek, és igyekszem ezeket bele építeni a videóba. Nem lesz kevés, sűrű lesz, de úgy gondolom, hogy egy videóban le tudjuk végre zárni a Railjacket abból a szempontból, amíg bejön a Commander... Um, része, szekciója, vagy a New War. én úgy gondolom, hogy a Jackben konkrétan semmi nagyon új nem lesz, úgyhogy most fogunk beszélni a Sentient hajó effektív formulásáról, illetve metafajtákról, amiket az emberek kitaláltak. Nem, nem fogom felhozni azt a metát, ami az új Instrix formulásra van, aki tud arról, tud arról, aki nem, nem. Szerintem az ki lesz nörfölve nagyon gyorsan. Viszont fogunk beszélni arról, hogy mit csináljatok az Instincesekkel végül, mert láttam egy nagyon jó tippet a Discordunkon, és az megeshet, hogy beválhat, illetve hát az is lehet, hogy úgy lesz, de ti majd visszigazoljátok ezt igazából. Szóval, uh, miről lesz? Ugye szentient hajó formolásáról, lesz szó hajó modolásáról, illetve hogy milyen gondolat menet irányba formoljuk azt a, azt a hajót, lesz szó arról, hogy hogyan néz ki az én hajóm, uh, mint fejlődésben lévő hajó, mert annyi időm nincs játszani, mint régen volt, és lesz egy fullos hajót is, meg tudok mutatni az egyik klántársamnak, uh, a hajója fullosan ki van uh, maxolva, uh, azt is meg fogom tudni nektek mutatni, úgyhogy... Miről lesz egy szó? Sebzésfajtákról fogunk egy kicsit beszélni, hogy hogyan működnek a sebzésfajták uh, a réldzseken belül, és hogy mi az effektív sebzésfajta, illetve a réldzsekkel hogyan lehet effektíven uh, harcolni, és hogy jó ez vagy sem. Na jó, ennyi elég volt, vágjunk is bele. Első téma, amiről szeretnék beszélni azaz az, az instrixek, in in tudjátok, a pilóta pontok, amiket elosztatok, amitől fejlődik a ti képességetek, a pilóta képessége. Instrings, Instrings. is, in ő róluk beszéljük. Na most uh, egy nagyon jó tippet kaptam, illetve tippet olvastam a Discordunkon azzal a kapcsolatban, uh, és uh, ezt igazából meg is köszönném Blade Borisnak. Állítólag, állítólag, egy hotfixben ugye benne van az, hogy aki a rang tizet éri el, ugye ezen képességeknél, az el legyen türelemmel. Aki elérné a rang tizet, az ne lépje meg a rang tizet, legalább egy képességnél ne lépje meg a rang tizet. Mert hogy állítólag jelen pillanatban, amíg belem jön a commander, addig, hogyha mindenből megléped a rang tizet, utána az instrix már nem gyűlik. És elméletileg 1000 plusz instrings fog kelleni ahhoz, hogy meglépjük a commander szintet úgyhogy és hogyha 10-es szintet megléped és tényleg nem gyűlik már az instring de aki már meglépte a 10-es szintet ezt kérem igazolja vissza Úgy, hogyha tényleg nem lép meg, akkor érdemes legalább egy képességet 9 szinten hagyni és gyűjteni az instringteket amíg a commander szintbe nem jön ennyi lett volna, ezt nagyon gyorsan lezártuk, ez, ez mindenképp egy, egy nagyon nagy tipp ebből a szempontból. Ilyen-ilyen része mentem vele a hotfixbe, de ha ez így van, akkor, akkor mindenképp is sokat nem vesztünk igazából azzal, hogyha meghagyunk egy szintet és kivárjuk, amik a, a commander szint, és közben ugye tudjuk gyűjteni a, a, a intrinzeket xp-ket, hívjátok ahogy szeretnétek. Nos, a következő téma, amiről szeretnék beszélni, az a szentient hajónak a farmolása lenne. Na most egy pár metódus van, nekem az egyik legszimpatikusabb fajta az a gyorsan futunk, és amikor már majdnem véget ér, akkor lelassítunk. Szóval amit az emberek szoktak csinálni, és valamilyen szinten rá vagy készülve arra, hogy csináld ezt a, ezt a dolgot, mert mindenki ezt csinálja, az azt csinálják, két metód van igazából, de mind a kettő ugyanabból áll. Összeállnak ugye négyen, szentient hajóra rámennek, és kinek mi kell a szentient hajóból, ugyebár ott dobja a shadow blueprintjét, dob, ugye most már ez ilyen confirm umbra formát dob, rettentően ritka, és ritka kecsekből, ritka ilyen kesekből esik, ritka, hát, hogy is nevezzem, szentient hajókon vannak azok a kis gömböcskék, amik úgyneveznek, mint egy nagy nyersen azok a szétítőd, azokból esik, és az, az igazság az, hogy rohadtul ritka, ami eset belőle, viszont az emberek ki találták a különböző módszereket. Elmondom azt, hogy először, hogy hogyan farmolnak a shadowjér és különböző uh, át, általános gyársők, amik a hajókon megvannak. Többnyire har kerül a sor, egy ivarát szoktak vinni az emberek, és egy nekroszt is szoktak vinni az emberek, mikor a szentienteket ölik, ugye az ivara kilopja őket, a nekrosz kifarmolja őket, ezáltal megnövelve az esélyét annak, hogy dobja a ritkább anyagokat, vagy mint például a Shadow Blueprintjét, blablabla. Bla, bla, bla. A viszont a kesekér, ugye a ritka cuccokért, amik ott vannak a szent ilyen hajón, azokna már egy kicsit másik trükköt szoktak alkalmazni. Ugyanúgy viszik az ivarát, ugyanúgy viszik a nekroszt az emberek, viszont visznek magukkal egy lútradart, visznek magukkal egy Anomali tehát visznek magukkal mindent, ami egyszer a térképen felmutat, felmutatja az egész mindenséget, amit lehet találni, és így lehet elméletileg, ha van, ha megjelenik, ha lesz, ritka kest találni. Én esküszöm, annyit kerestem, de rahattól nincsen semmi e, azon a hajón. És állítólag, fényképek, internet, a csoda, tudjátok, elrejtve ott a Reddit leg e, sötétebb ez a kes ez a Szentien hajón ugyanúgy adja a hangot, ahogy a, a Grinier kesek például, ugyanúgy adja ugyanazt a hangot, és még hogy egy kicsit sárgával is ki van körvonalazva. Ha valaki látott már ilyen csodaszert, akkor kérem igazolja vissza, hogy ez így van, én nekem még nem sikerült kapni. És ezért is, mivel, hogy ugye a sentient alert az nagyjából fél óráig tart, és két-három óra, amíg újra visszajön, az emberek nagyon sietnek a formulásával, és azt szokták csinálni, bemennek a sentient hajóban nagyon gyorsan, ugye kilövik magukat a hajónak a, a kilövőjéből, és, és nagyon gyorsan kifarmák, bemennek, elkezdenek körbe-körbe rohangálni, relohonják a, a helyet gyakorlatilag, kiszednek mindent, amit tudnak, és akkor egyszer csak, hogyha senkinek nem volt semmi hasznosat nem dobott a játék, addigra ugye semmi hasznosat nem dobott, fogják, és abortolják a mission -t. Ott hagynak mindent a rákba, abortolják a mission és visszajönnek, és így aztán egy -e 4-5-6, attól függ mennyire ügyes a csapat, 4-5-6 futamot le tudnak nyomni ezen fél óra alatt, ugye, ivaralval, nekrosszal, uh, animalisztink, lútladar, sőt, egy olyan trükköt is láttam, főleg szólósoknak, hogy fogják és a szintézi szkennerrel, ugye, hogyha már mindent beszkenneltél a szentient hajon, a szintézi szkennerrel mennek és szkennelgetik gyorsan az itemeket, és még azt sem nézik, hogy oda mennek, hogy széttörjék, kinyissák, legyőzzék, nem. Gyorsan végig szkennelnek, és csak kifejezetten keresik a ritka keseket, és öm, ugye a, a szintézis szkennel elég effektív módszer, de viszont a hátránya ugye, hogy, hogy mindent adhagysz, és csak kifejezetten a ritka kesekre mész rá. És hogyha nincsen semmi, abort vissza, abort vissza, és ezt játszák addig, ameddig találnak esetleg egy olyan kest, ha szerencsék van, de mondom, nem, nem sokan találtak egyelőre egy ilyen kest, nagyon kicsi az esélye, de ugye kaphatunk belőle efimerát, kaphatunk belőle umbra formát, szóval megeshet, hogy egy, egy, egy adott pont, az umbra forma, bár utálok formázni, de az umbra forma rohadt hasznos, potenciálisan mindegyik warframe-et könnyedén átváltoztatod umbra warframe-re, és mindegyik warframe OP lesz, mint valaha volt, tök mindegy, hogy prime vagy nem prime, úgyhogy az umbra forma valami olyasmi, amit érdemes uh, menni, csak uh, én speciál ezt utálom a warframe-ben, hogy kialakulnak ezek a meták, és elvész a játékélmény belőle, mert fókuszált formulás van, és amikor keresel egy csapatot, akkor csapatok csak úgy állnak össze, hogy fókuszált formulás. A másik módszer ugyanilyen, csak azt csinálják az emberek, hogy szólóban mennek be négyen, vagy invite only-ban mennek be négyen, külön négy hajóra. Oké? Okay? Tehát fogod négy haverodat, és négyen invite only-ra állítva négyen mentek külön négy szentient hajóra. Aki talál valamit, az meghívja a többieket, behívja a Szent hajóra a többieket, mindenki felveszi a lútot, bim, következő kör megint négyen, négy hajóra, aki talál valamit, meghívja a többieket. Ez is értetlenül effektív módszer, ha ott vannak a haverjaid, négyen összeálltok, mindenki megy szólóba, ugye invite only állítva a squadot, mindenki oda megy, és így, így is, ez a másik, ahogy szokták farmolni a Szentient hajókat. A következő topik, amiről szeretnék beszélni, az a sebzések lesznek, hogy ezen is gyorsan túlessünk. Szóval hogyan működik a sebzés konvertálás árswinkből uh, Archwingből, melyik sebzés minek felel meg. Nem csak arról fogok beszélni, hogy esetleg melyik sebzés a meta, mivel azt tudnotok kell, hogy ez változni fog. Nagyon sokat változni fog. Szóval ami most meta, az később már nem lesz meta. De jelen pillanatban ezek a jelleg egyik legeffektívebbek. Továbbá arról is fogok beszélni, melyik a jó archwing, illetve melyik a jó fegyver. Jelen pillanatban melyik a meta fegyver a, arra, hogy nyugodtan a legmagasabb railjack szinten is nyugodtan kin mászkájál, anélkül, hogy félnél, hogy lelőnének a rákba, amíg le nem nörfölik, ugye? Uh, anélkül, hogy félnél a rákba, nyugodtan ölheted az enemit ezzel a fegyverrel, megfelelően erős, gyors és a többi, de ha van egy rivened, akkor a tökéletes természetesen. Szóval, kezdjük azzal, hogy melyik damage micsoda. Szóval, van az Impact, az Particle damage-nek felel meg, Puncher, az Plasma damage-nek felel meg, Slash Ballisticnak felel meg, Electricity Ionicnak felel meg, Heat incidier felel meg, ami Igazából ugyanaz, hét, az insidéri tűz, az a lényeg. Cold az Frost, ugye? Egyértelmű hideg, toxik, az meg kem lesz. Na most, tudom, hogy ezt úgy akarjátok mind megegyezni, ezért gyorsan rátérek a lényegre, hogy mi a lényeg, milyen sebzés a meta jelen pillanatban, a Railjackben, amit az Arch uh, fegyveretekre, az Arch Ganatokra kell uh, madognak. Fontos, 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 fontos. Státusz, 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 státusz. A státusz úgy néz ki, hogy elképesztően hatékony jelen pillanatban a réldzsekben, úgyhogy. Ha nincsenek is modjaitok, de van egy darab státuszmodod, az egész árs fegyverekbe rakjad bele azt a státuszmodot abba az árcsgámba. És ezért is az egyik legjobb státusz fegyver jelen pillanatban az árcsgánok között az a cingász lesz. És úgy néz ki, hogy jelen pillanatban ez az egyik alapfegyver meta, amivel lehet mászkálni, mert magas a státusz esélye, és hogyha van egy jó kis, vannak jó kis archwing módjaid, akkor egy 100%-os státuszt is ki tudsz belőle bányászni, és az igen-igen megdobja az enemy krúsipek elleni való damage -edet. konkrétan annyira jól damage-elhetsz archgunnal, hogy kiszállsz a railjacketből, és inkább ledarálod őket archwing mert könnyebb. Szóval, ami a damage típusokat illeti, szóval, úgy, ugye a Krusipeknek többségének aloy armorja van. Az aloy armor az a radiationre érzékeny a játék alapján. Na most, amit tudunk jelen pillanatban, ezért is mondom, hogy rátérek a lényegre. jó? A Puncture Damage, a régi Puncture Damage, a jó megszokott Puncture Damage a Um, réldzsekben úgy néz ki, hogy az az új korrozív. Oké. Okay. A korrozív igen uh, jól um, működik a réldzsekben, ugyanúgy stackelődik, egyelőre úgy néz ki, ugyanúgy stackelődik, illetve úgy néz ki, hogy a radiation damage az igen-igen igen megdobja a ben a sebzés bónuszodat. Szóval, ha az árcsganodat, Radiation Damage-re húzod ki, akkor nagy, nagyobb sebzésed lesz railjack mint amit eddig megszoktál. Szóval, ja, így, így állunk jelen pillanatban ez a meta. Ha ez neten változna valahova, akkor úgyis értesítelek titeket, ha és nekem van egy olyan érzésem, hogyha változik is, ez akkor fog változni, hogyha bejönnek a különböző más frakciók, mint például a korpusz vagy Sentientek, ellen kell majd esetleg később harcönvőszeg, ugye a korpuszhajók más anyagokból lesznek összerek, más anyagok lesznek rá érzékenyek, szóval mindig ez alapján fog <kül> változni, mert a meta. jelen pillanatban a Green kellene úgy néz ki, hogyha a Archganodban ugye húzod a puncture damage-et, illetve húzod a radiation damage-et, státuszt is mellé nyomsz, akkor képes leszel nagyon effektíven ölni a krúsipeket magából a magából az Archwingedből is. A mesa, a go-to Wing jelen pillanatban a rage főleg azért, mert hogy az ultimate képessége ha hatatlanná tesz, tehát a krúsipek nem fognak tudni leinstant bombázni, továbbá a hármas képessége, ami elképesztően hasznos, lelassítja az enemiket, kettes képessége feltöltöd az életét mindenkinek, magadnak, egyes képesség pedig megvéd egy kicsit a sebzéstől, szóval Amesa a, a go-to archwing, Cingász a go-to meta fegyver egy jelen pillanatban az archwingben, és nagyon effektíven fogod tudni kint írtani a krúsipeket, illetve az összes többi hajót, Isten, igazából. Szóval, srácok, ennyit lehet elmondani jelen pillanatban az archwingről és archgunról, megint csak mondom, Amesa és Cingász. Na most, Térjünk rá egy kicsit a hajó sebbzésre, vagyis a Railjacket sebbzésére. Jelen pillanatban, illetve, hogy eddig, így mondom, hogy eddig, úgy nézett ki, hogy a Frost Damage igen-igen jó és hatékony meta tud lenni, hogyha fegyverekre kerül sor az Arsh a railjacket és mindenki Ráment a Frost de viszont változott egy kicsit a dolog, az emberek elkezdték kikapni a Void Hole nevű aktív támadó képességet a rage ugye. És az ugye a Void Hole azt csinálja, hogy összegyűjti az enemiket, egy nagy fekete lyukat kreál, beszippantod az enemiket, és konkrétan fogod, és uh, ugye a... a nagy fegyvereddel fogod és kilövöld, kilősz mindenkit. És ez azért nagyban megváltoztatta öm, a metát, és most már úgy, úgy működik az egész, hogy akinek van egy volt, holja volt olyan szerencsés és dobta, neki, mert amúgy 400 platba kerül ez, a, ez, az Avionics, és volt olyan szerencsés, hogy dobta neki, az most úgy megy, hogy bemegy, lenyomja a Voidholt, összehúzza a zenemiket, bum, belő közéjük egy rakétát, és ki van lőve. Viszont akinek nincs Voidholt, mint például nekem nincs Voidholt, és úgy döntöttem, hogy nem áldozok 400 platot azért, hogy megvegyem ezt a modot, boldog vagyok nélküle, és az Arch a, a még nem tartott, hogy, hogy ennyi platot beleáldozzak, lehet, hogy már beleáldoztam ennyi nem nem tudom. Um, szóval, amit én javasolnék a toxikus damage, úgy nézem, hogy az legutóbbi um, hotfix óta a toxikus damage igen, igen a hatékonyan szedi uh, az enemit a Railjackben. Ugyanakkor a frost damage haszna még nem veszett el. Mert ugye megállítja az enemiket egy helyben. Viszont ugye, hogyha van egy csapatod, akivel kommunikálsz, és az egyiknél van egy amesa, az igen megkönnyíti a dolgodat. Ha a hajodon van egy void hole, az igazán megkönnyíti a dolgodat abban, hogy farmoljunk. Úgyhogy ilyen téren amíg a fegyverek nem kapnak egy kis buffot, és tudom, tudom, hogy most nörfölték az armorját a, a különböző uh, ugye enemiknek a railjackben, és emeltek az életükön, tehát egy ilyen kis balanszot csináltak, de hasra még mindig nem estem, tehát még kell némi buff azoknak az adott fegyvereknek ahhoz, hogy tökéletesek um, legyenek. Szóval akkor megismétlem utoljára, az Archwing fegyveredbe puncture damage, status menjen bele, és jelen pillanatban ugye radiation damage, a railjacket ha meg tudsz szerezni, szerencsés vagy, vagy meg tudod vásárolni a Voidhole nevű aktív képességet, akkor igen-igen hasznos, is ugye rakétákkal mindig belősz középre, a Voidhole összehúzza az enemiket, rakéták belősz, tízesével lehet leszedni az enemiket, nem tudnak megtámadni, tehát a krúsipek sem tudnak sebezni, azon az adott ponton nagyon-nagyon effektív támadó képesség. Hogyha nincs voidhole akkor én nagyon-nagyon ajánlom neked a toxikus, a Frost uh, sebzés helyett a railjacket -be, de beszélni fogunk fegyverekről és modolásról hamarosan, úgyhogy um, ja, nos, akkor jöjjön a, a modolás című történet, hogyan modolom én, hogyan gondolkodom én a railjack kapcsolatban, és mindezt még, még kifejtjük bővebben. Na, itt vagyunk a régyekemnél, gyorsan végigmenjük. tudjuk, hogy az mk 3 asok a legjobbak, jelen pillanatban a Vidar reaktor tartják a legjobbnak, ezen állítólag a Digital Extreme még, még buffolni fog, hogy hogy fogja dobni a, a jobb alkatrészeket és hogyan, mert jelen pillanatban mikszelve a mixelme van, mixelve van minden, így aztán megesett, hogy a legjobb reaktor, ami a legritkábban esik, a legkevesebb ponttal esik még pont ez a videó előtt elmentem egy körre, és végre sikerült egy olyan videóreaktort kapni, ami jobb, mint a Sigma reaktor. Szóval jelen pillanatban ezt fogom majd megcsinálni magamnak Ami megemeli az avionics kapaszitémot legalább 100 fölé Aminek már istentelő hálás vagyok Mert jobban fogom tudni bemodolni a hajómat Szóval jelen pillanatban a tartják az egyik legjobbnak Arra érdemes rámenni De megesett, hogy rosszabbat fogsz kapni, mint a Sigma uh, reaktorod És uh, hát hátja, sokáig fogod használni a Sigma reaktort Ez azt jelenti, a Zetki reaktorok kalapfos uh, Ennyi ennyit lehet róluk elmondani. Ami fegyverekre rátérik az én ajánlásom jelen pillanatban, ahogy elnéztem a működést, az erősséget és a többi. Zetki karszinox vagy Vidár karszinox Tehát én jelen pillanatban ezeket használom előzőleg, amit használtam az a Cryophon volt Ez egy ilyen shotgun gyakorlatilag Kettő max három lövésből leszed mindenkit most is És uh, régebben is leszedett Elég nagy sebzése van De úgy nézem a hotfix óta mm, A karszinoxok jobban teljesítenek És uh, kevésbé fornak föl Többet lehet lőni És elég jól, elég jól... Um, teljesítenek. Szóval. Uh, mit akarok mondani? A követ Tycho Seekers MK 3, mint mondtam, a Void Hollal együtt nagyon-nagyon-nagyon jól működik, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. Uh, a következő Avionix. Uh, így gondoltam én, ez egy fejlődésben lévő hajó, mint láttátok, most kaptam a a Vidar reaktort ami jobb mint a Sigma, így aztán kitom bővíteni néhány pontokkal néhány ponttal de az igazság az, hogy ahogy beszéltem is az egyik klántársammal a hunter hogy kár, hogy nincsenek több modolási lehetőség kár, hogy nincs több modolási lehetőség a rage lehet, hogy valamikor később be fog jönni, hogy ABC modolás lehessen csinálni, mert most a legkifizetődőbb egy általános erős modolást csinálni az Archwing-re. Az igazság az, hogy az archwing az elején nagyon gyenge, majd nagyon megerősödik, és, és utána hogy csinálsz egy ilyen általános modolást, és így boldog vagy vele, de, de létezhet ilyen speed modalások, speed formolásra, vagy kifejezetten tank, vagy kifejezetten sebzés, és a többi, és akkori épített crew, bla bla, bla, bla bla de most jelen pillanatban nincs annyira kifejlődve, az archwing, hogy, 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 érdemes legyen azzal foglalkozni, hogy jó, ilyen precíz modulás, olyan precíz modulás, így speed boost, bla 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 bla, ezért léteznek ilyen általánosabb modulások. Számomra a legmegfelelőbb uh, modulás az ebből fog állni, amit jelen pillanatban itt láttok. Lesz egy bulkhead, bulkhead lehetőleg zed ki, ugye a legmagasabb pontszámokat tudjam berakni, lesz egy hullvév, ugye, Armor, lehetőleg ennél magasabb, mert ez olyan pillanatban vidár, majd lesz másik, illetve van már másik, csak nem férek bele a kapacitival, ugye bár, hogyha ki kell húzni maximra, de az a lényeg, hogy Armor akkor lesz... Lesz ugye Hyper Strike és az megemeli a turret damage-et, mert nekem az úgy tetszik. Um, lesz Forward Artillery Damage, ami az elsőleges turretet fogja és um, megemeli uh, increase all turret damage, uh, critical damage az összes turretnek megemeli a critical damage et ugye a section uh, density. Uh, akkor van egy Predator és ebből is reméltek lesz majd jobb uh, és akkor critical chance-t eveli meg 40%-kal. Továbbá a sebesség. Jég még nem túl erős, mint mondtam, nem férek ki a pontokkal, de amint ki fogok férni a pontokkal, természetesen fel fogom húzni maxra, amennyire lehet, hogy minél nagyobb és gyorsabb sebességet érek el, mert megőrülök, hogy mennyire lassú tud lenni. Az archwing. Taktikálnak uh, jelen pillanatban a Fire suppression illetve a Void Cloak-ot éreztem a leghasznosabbak. Uh, szoktam szólózni archwing ezért a Void cloak uh, igen preferálom, főleg amikor uh, a Dom Charge-al kikeszedni a Crew a Void Cloak igen-igen jól fog jönni, természetesen uh, ezt is idővel kihúzom magasabbra, amint lesz egy kicsit több kapacitásom. Uh, jelen pillanatban nekem az aktív és a Betel Avionics az a Tether, hát, uh, uh, inkább hagyjuk, de akinek nincs semmi Betel a javaslom beszerezni Kb. 20 platba kerül, amit csinálj, lefogja az enemit. Egy kicsit összehúz, és lefogja az enemit. Ha lenyomod egyszer a kettest így uh, megállítja egy helybe az enemit, ha még egyszer lejön a kettes felrobbantja, és sebez, egy keveset, nem sú sokat, nem érdemes felrobbantani inkább egy helyben tartani az enemiket, könnyebb őket lelőni. Uh, című történet, szóval. Egy, nem egy hasznos képesség, ezért is mondom void a hole. És ezután is szeretném ajánlani nektek Hunternek a videóját ebből a szempontból, Elma, neki van egy fullos fullos railjackje büdös kocka uh, van neki egy fullos a videójának a linkje lent van a videó, ennek a videónak a leírásában, hogy megnézzétek hogy mire gondolok egy fullos um, Uh, rédzsek alatt, aki van olyan makkos, hogy kifog egy maxos vidár reaktort, és jó, ki tudja pakolni ezt az átsvinget, de amint látjátok, ez sem rossz adatokban, és ha ezt eléritek, ez, ez egy nagyon általános jelen pillanatban, ha ezt eléritek, már, ó, Istenem, bőven jók vagytok mindenre, ha emellé egyszer csak beszerzek egy Void holdot, elpusztíthatatlan elpusztíthatatlan. Szóval nem, nem túl nagy kihívás van jelen pillanatban az árcsőnkben ebből, ebből, ebből a szempontból. Szóval ezt, ezt tudnám ajánlani, vagy amit Hunter ajánl a, a videójában, link a videó leírásában nézzétek meg. Um, ennyi, ennyi lett volna, ami modolás, fegyverek és um, alkatrészek szempontjából. Az Instrinksről beszéltem, hogy a videó eléve, nem mutatom meg, hogy hol járok jelen pillanatban. Nagy titok fogja ezt övezni. De ennyi. Ezt, ezt tudnám ajánlani jelen pillanatban nektek Archwingre, srácok egy-két dolog valószínűleg sose fog változni, ami a sebzéseket illeti, az amint bejönnek másfajta enemik, az azonnal meg fog változni, és ezért is lenne jó ilyen ABC modolás a railjack hogy melyik enemi ellen megyünk, úgy tudjunk váltani modolások, fegyverek között, és ne kelljen folyton átmodolni. Bár tekintve, ugye ez a modolás, ez a modolás, annyira általános, Uh, hogy, hogy valószínűleg mindenhol nagyjából helyt uh, fog uh, állni. Uh, szóval, uh, gyerekek, ennyi, ennyi, ennyi uh, lett uh, volna. Vannak más uh, hasznos uh, modok is. Uh, amit tudok még ajánlani, igen, azt elfelejtettem. Uh, hol is van? Ez nem az. Ez nem az, ez nem az... Ej, ej, ja igen, a Zetki Shield uh, Array MK3 Ami annyit tesz, hogy a Railjack Damage, a bónusza A Railjack Damage megnövekszik 25%-kal, hogyha a Shieldek Hogyha a Shieldje le van menve van a Railjacknek Ezért is nem erőltetem a Shieldet Szóval ez, uh, ez lehet, hogy ettől lesz és jobb shield array is majd, viszont ezt a bónuszt így verni ez azért nem lesz. Majd kivárom, kivárom, félredes ez most így tökéletes, és uh, tekintve ugye, hogy az Avionics uh, résznél hogy, hogy van Hyperstrike, van Forward Artillery, Section Density, Predator, ezekkel együtt működve az, hogy a Shield-en folyamatosan lent van, az igen megnöveli a sebzést, és az Armor és az a 6000 élet az egész jól kibír, és az armor az menni fog magasabbra is, így aztán elég erős, mint mondta, elég erősek az a, a, a elég erősek tudnak lenni, főleg egy jó csapattal egy ilyen elpuszíthatatlan ö, dologba érhetsz bele. Szóval, Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy tudtam segíteni, remélem, hogy hozzá tudtam járulni egy kis gondolatmenethez, hogyan lássuk az Archwinget. Ha úgy érezted, hogy túl komplikált számodra ez a videó, akkor nézd meg az Archwing kezdőknek átózéig a videót, hogy hogyan az alapokat, és ja, utána gyere vissza erre a videóra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!